Én Szentesen végeztem 63-ba, és annak idején a minisztérium helyezett el bennünket, hogy ki hova mehet. Én Szentesen szerettem volna maradni, de nem maradhattam, mert nem volt hely. Tehát engem Tolna megyébe elhelyeztek másfél éve szakmai gyakorlatra, ahol egy év után vissza szerettem volna menni, de mivel Szentesen nem volt hely, itt pedig azt mondták, hogy ha itt maradok, akkor egy hét múlva már a műtőbe lehetek, mert én műtős asszisztensnőnek készültem. Akkor el is végeztem Pécsen a műtős asszisztensnő képzőt. 10 évig dolgoztam a kórházba, 64-ben megismerkedtem a férjemmel, és összeházasodtunk, amikor ő már leszakvizsgázott, akkor pedig úgy döntöttünk, mert már volt 2 gyerekünk, hogy vidékre fogunk menni. És nagy dologra jöttünk, és nagy dologon vagyunk most már 51 éve. Mi nagyon szívesen vagyunk itt, a betegek elismernek, szeretnek, úgy gondolom, hogy tudtunk nekik segíteni abba, hogy az életük jobb legyen. Az, hogy ezt az 52 évet mi itt letudtuk ilyen nyugalomban és ilyen színvonalon, hát tudni, ezt Piroskának köszönhetjük. Piroskának a csodálatos természete, az empátiás készsége, a türelme, amivel engem is nyugtatott, mert én egy eléggé ilyen nem nyugodt ember vagyok. Ezt ő teremtette meg azokat a körülményeket a munkahelyen is, az otthonunkban is, a családunkban is. Sokat tanultam tőle, mert ő a műtőben nagyon sok gyakorlatot szedett. Ezt a dolgot együtt csináltuk, de hogy ennyi ideig tudtuk csinálni, ezt őnek köszönhetem. Köszönhetjük mind a kettőt.